Good morning, my dear colleagues. Jó reggelt, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket ezen az előadáson, amely az implant terápia alapjairól fog szólni. Beszélni fogunk ma 3D implant pozícionálásról. Az implantátum helyzete protetikailag kell, hogy meghatározott legyen. Páciens nem igazán érdekli, hogy milyen implantátumot helyezünk be neki. Őket a fogak érdeklik, hogy azok milyenek lesznek. The only exception to the sentence is in case of an orthopedic rehabilitation, where some discrepancy can be compensated with pink gingiva. As we know in the picture, it is Ollamfall rehabilitation. Itt látható, hogy Ollamfall rehabilitáció, ahol a szövet hiányokat rózsaszín helyes apikokoronális pozíciója. Nagyon sokféle implantátum hozzáférhető manapság, különböző felszíni adottságokkal. Fontos megértenünk, hogy az implantátum nyaka mire szolgál bizonyos kialakításoknál. Én szeretem kresztálisan vagy minimálisan szubkresztálisan behelyezni az implantátumot, tehát én bone level implantátumokat használok. Így próbáljuk megakadályozni a későbbi csontfelszívódást az implantátumaink körül. So in this case, this patient came to my office for the rehabilitation of the lower right part, the two implants. This is the X-ray, this is the clinical aspect, and the X-ray made in my office. Ez egy másik páciens, aki a jobb alsó fogatlan terület rehabilitációjára érkezett hozzánk. Ezzel a CT felvétellel érkezett hozzánk a hölgy. So no bone problems, no prosthetic problems in this case. Itt látható az ellenoldali fogív, úgyhogy könnyen ki tudtuk értékelni, hogy hova kéne helyezni az implantátumokat. Teljesen egyszerű és hagyományos lebenyes feltárást végeztünk. Majd előkészítettük az implantátumok helyét. Itt szabad kézzel ültettük be az implantátumokat. De fogok még mutatni sablonnal történő behelyezést is. Itt kresszál is volt az elhelyezés.